Kedves nézőink, a 2011-ben alapított Decameron Kamarazenei Fesztivál idén ősszel érkezett el 5. kiadásához. Ezúttal azonban a szokásos egyhetes, tíznapos rendezvény sorozat helyett mindössze egy hangversenyre korlátozódtak a szervezők és az előadók. Ennek okairól 2 héttel ezelőtti adásunkban számolt be önöknek Kostyák előtt cselló művész. A neves oboa művész Szövérdi Márton emlékének szentelt szombati hangversenyen mi is részt vettünk.